Néhány nappal ezelőtt elfogadta az Európai Parlament a médiaszabadságot garantálni szándékozott jogszabálycsomagot. jogszabály csomagot. Jól hangzanak azok a pontok, amik ebben megtalálhatók. Kérdés, hogy mi az, ami betartatható ezek közül. Szalai Dániellel a média1.hu alapító főszerkesztője beszélgetek a stúdióban. Köszönöm, hogy itt van, és köszönöm, hogy ezt a témát így elővehetjük. Szóval általános tilalmat vezet be az újságírók jogellenes megfigyelésére ez a csomag kémprogramok használatára, és átláthatóbbá teszi a média tulajdonosokat a média szerkezetben, szabályozzák az online platformok tartalom moderálását, néhány dolog csak, amit a közmédiumoknak a működését ott például garantálniuk kell a tagállamoknak azt, hogy a közmédiumok azok sokszínűen, objektíven tájékoztatnak, és akkor ez szép, de hogy és ki fogja betartani? Jó reggelt kívánok! Igen, lesz egy európai bord, egy ilyen testület, ami hivatott arra, hogy ellenőrizze a különböző szabályoknak az érvényesülését, illetve a különböző javaslatokat tehet majd erre vonatkozóan. A problémát itt alapvetően az jelenti a betarthatóság szempontjából, hogy nem nagyon vannak szankciók. Tehát, hogyha egyébként mondjuk egy tagállamnál megalapítják azt, hogy jogellenesen kémkedik az újságírói iránt, mint ahogy ugye bizonyos országban, például Magyarországon is ugye kiderültek ilyen dolgok, akkor nem sok mindent tudnak tenni, ugyanakkor ez nyilvánvalóan az Európai Bizottsággal újabb konfliktusokat nyithat meg. Tehát erre hivatkozva mondjuk esetleg valamilyen kötelezettségszegési eljárást indíthatnak, hogyha nincsenek meg ennek a garanciái. De alapvetően az látszik, hogy elfogadtak egy jogszabályt, ami egyébként tényleg fontos dolgokat hoz. De nagyon sok minden el is késett. Tehát az a média koncentráció tekintetében. Uh, ugye hát már megvalósult a média koncentráció, ami a versenyhatóság és a média tanács uh, ellenőrzése nélkül uh, jött létre. Ugye a Cash ahova közel 500 uh, médiatermék tartozik tévék, rádiók, nyomtatott lap, uh, online portál, uh, nyomda is van benne, értékesítőház és egy komplex, nagy, uh, kiterjedt médiavállalat lett belőle. Uh, semmit nem lehet gyakorlatilag ezzel már tenni, visszamenőlegesen ezt nem nagyon lehet uh, szétrobbantani, Ez a szakértőknek az álláspontja jelenleg. Tehát ezt uh, több évvel ezelőtt kellett volna uh, elfogadni és akkor még talán. Volt, lehet, és hangok, esélye. amelyek sürgették azt, hogy legyen valamilyen Európai Uniós szabályozás mellé rendelt szankciókkal együtt. Mert hogy ahogy uh, itt el is hangzott, ez a BORD, ez tehet majd ajánlásokat, és akkor jó, remek vannak ajánlások a végrehajtása ezeknek az ajánlásoknak az adott tagállami hatóságokra és a hivatalos szervekre hárul. Most ugye azt kéne egy pillanatra egy a lelki szemeink elé képzelni, hogy Magyarországon van olyan hivatal, van olyan hatóság, van olyan testület, akár médiatestület, amelyik majd egy Európai Uniós bord ajánlása alapján azt mondja, hogy jaj, tényleg elfogult a közmédia, hát akkor alakítsuk át. Tehát ez ugye nem tűnik túl Ugye ez mondjuk a média tanácsnak a dolga lenne, amit egyébként, Ami ugye egyébként is. A szavazatokkal választottak meg, és amely Ilyen értelemben nyilvánvalóan nem fogja azt mondani, hogy egyébként az általa ellenőrzött MTVA az mondjuk részrehajló hasonló esetekben nem várható. Ez el, nyilvánvalóan. Ja, a nál is 400-500, csak nem 500 sajtóorgánumról van szó. Ja, magyar verseny versenyfelügyelettel kapcsolatos jogszabályokkal, és csak úgy összeegyeztethető a működés egyetlen létrejött, hogy felmentést kapott azon versenyjogi vizsgálatok alól, amelyek általában kötelezők mindenkire, mert hogy nemzeti, érdekű, nemzeti, érdekű, stratégiai nemzeti érdek. Nemzetstratégiai érdek, tehát hát van, igen. Tehát ilyen értelemben ez egy kivételes, semmi nem kell, a magyar jogszabályok alapján is ez túl sok lenne. Mihez kell akkor itt egy Európai Uniós úgynevezett bort? Nagyon jó kérdés. Tehát itt nyilván egyébként egy, so, egy csomó minden részletszabály van, ami, ami benne van ebben az Európai Uniós jogszabályban. Például az, hogy majd évente nyilvánosságra hozzák a, az állami hirdetéseknek a, a költését, a tulajdonosi viszonyokat nyilvánosságra kell hozni, ezek meg fognak jelenni, csak ugye megint itt a probléma az, hogy szankciók nem nagyon vannak, tehát, hogy látjuk, oké, okay, egy napig lehet, hogy ez egy téma lesz mondjuk a sajtóban, és majd beszélgetünk arról, hogy hogy hú, de nincs ez így rendjén, és aztán valószínűleg megyünk majd tovább, mert nem nagyon tudnak mit tenni. Itt a probléma egyébként az, hogy az Európai Uniónak a működését szabályozó alapszerződések korlátozzák a, az Európai Parlamentnek a jogkörei, tehát azt, hogy mit tudtak megtenni, az abból fakad, hogy a média maga az nem tartozik bele, ugye az alap tehát itt igazából gazdasági, piaci elveket tudnak majd, próbálnak majd érvényesíteni, behajtani. A, ennek az Európai Parlamenti Intézkedés csomagnak a hatóköre, az a tagállamok adott a tagállam határokon belüli tevékenységére vonatkozik, vagy elsősorban ott tudnak hatékonyan föllépni, Európai Unió szintről, amikor egy tagállamnak a média vállalkozásai, vagy a média portfóliói esetleg összekapcsolódva más tagállamokéval, vagy a saját erőből más államok felé, tagállamok felé terjeszkedve fejtenek ki tevékenységet. Vannak olyan részei, amik helyben is igazak, ugyanakkor alapvetően a határon átnyúló rész az, amire igazán rá tudtak menni. Egy másik jogszabály, de nagyon szorosan ide kapcsolódik, amit néhány héttel korábban fogadtak el ez az úgynevezett slap perek elleni szabályozás, ezek a a stratégiai perek ellen, amikor újságírókat perelgetnek csak azért, hogy lekössék az ő kapacitásaikat, az energiáikat, a jogi költségeiket megnöveljék. Ott például bevezettek egy védelmet arra, hogy ne indíthassanak slappereket csak úgy olyan könnyen lapok vagy sajtótermékek ellen, viszont ez akkor érvényes csak, hogyha nem Magyarországon van mondjuk a kiadóm, tehát egy határon átnyúló történetről beszélünk, tehát saját országomban nem véd meg semmi, gyakorlatilag akkor véd meg, hogy mondjuk elvisszem az én kiadómat egy másik országba, és akkor ez már határon átnyúló ügyletnek fog minősülni, tehát ez a szabályozás kicsit ilyen féllábú, mert ebben az esetben gyújt csak védelmet. A fideszes képviselők nem szavazták meg ezt a csomagot az Európai Parlamentben, azt mondják, hogy cenzúra. Most amit elhangzott, az alapján úgy tűnik, hogy Magyarországra nézve igazából gyakorlati hatása nincs, viszont a politikai térben értelmezhető a dolog, és abban a pillanatban, hogy ezzel egy szembenállást fejez ki a kormánypárti képviselő az Európai Parlamentben, akkor rögtön van is egy téma, amire lehet fűzni mondjuk egy újabb szabadságharcot. Ez így van, igen. Tehát meg nyilvánvalóan ez egy első lépés volt egyébként az Európai Parlament részéről, és az egész Európai Unió részéről utána elképzelhetőnek tűnik, hogy majd egy későbbi, mondjuk egy alapszerződés módosításnál megpróbálják bele küzdeni azt, hogy, hogy legyen a média jobban ott az alapszerződésben, és ezeket a hatásköröket jobban kiterjeszteni, tehát valószínűleg már ezért is próbálnak ezzel ellen fellépni, már látva ezt a következő tervet, ami egyébként nyilván nem lenne egyszerű, hiszen 27 tagállamon keresztül vinni, az igencsak összetett és nehéz kérdés lenne, ezért is várok magára ez a módosítás. Szalaj Dánielnek a média1.hu alapító főszerkeszének köszönöm, hogy itt voltálunk. Köszönöm szépen.